Szombat este. Ó, mindig az a legszebb. Ezeken a napokon ugyanis nincsen meleg vacsora, hús, főzelék vagy tészta, amit sorban meg kell enni, hanem sok minden, és ehetünk, amit akarunk. Akár teát, amelyet a nagymama főz a nagy részszamováron a pohárszék melletti kisasztalon, akár tojást, és akkor szólni kell az Évának, a szakácsnőnek, hogy mennyi kell, akár apró halakat, amelyeket apa hoz haza egy dobozban, szóval pompás az egész. Az asztalon egy nagy tálban pirított kenyér van, és egy másikban vaj és túró, a harmadikban főtt burgonya. Ilyenkor apa és anya is, mintha jobban örülnének, és ők is, legalábbis azt hiszem, szeretnék, hogy mindig ilyen vacsora legyen, mert ez sokkal-sokkal jobb és kedvesebb, mint a többi napi rendes vacsorák. Nagymama ilyenkor csak teát iszik. Bordó színűre főzi, és mi alatt fő, a csészéjében cukrot éget hozzá rummal. A rum lilás rózsaszínű lángocskákkal ég, és kicsapkod néha a csésze szélén túl is. A nagymama meg leteszi a szemüvegét, és mosolyogva nézi. Közben cukrokat dörzsöl a citromhoz. Apa halat eszik először, de azután behozatja a paprikát, a sót, a borsot, a mustárt, a köménymagot, a kaprit, a petrezselymet. Mindenikből szed egy keveset, sok túrót és vajat vesz hozzá, azután pedig a vastag, ezüst, teljes kanállal szétkeveri az egészet, pompás ez kenyérekembe. Én és Dezső mindenből eszünk sorba. Anyikától kérünk, ő mindent ad. Ha apa így szól, én nem bánom, de ezek a gyerekek betegek lesznek, akkor ő megkéri. Dehogy lesznek, vigyázok én. Vacsora után apa rágyújt. Én előhozom a sarokból a pipát, Dezső a gyufát a fiókos szekrényről, és eti a dohányos szitát. Apa lassan megtömi a nagy, faragott tajtékpipát, és azután rágyújt. Gyönyörű kék füstkarikákat bocsát mindenkinek, hármat. Nekem is, Etinek is, Dezsőnek is, és ha kérjük, nagymamának és anyának is. Azután újságot olvas. Anya előveszi a szekrényből az olajágat és olvassa. Nagymama a konyhába siet, magával viszi a kamrakulcsot. Nem sokára jöjjő be Julis. Hozza a mosdótálat, forró benne a víz. Lábat kell mosni. Rendesen, Eti kezdi. Ráfogtuk Dezsővel, hogy lányoknak kell legelőször lábat mosni. Julcsa pedig összeszappanozza a lábunkat, csiklandja, mossa, öblíti, még csak egészen nem tiszta, és közben három mesét mond el. A vasfejűről, a hét hollóról és a boszorkányokról. Legszebb az utolsó, a boszorkányokról szóló. Ekkor már apa és anya bemennek a tiszta szobába. Két lámpást visznek be, és felnyitják a zongorát. Apa zongorázik, anya mellette ül. Közben beszélgetnek, és apa olykor megcsókolja anyát. Míg Julcsa a mesét mondja, hallgatom a muzsikát is, mert mindkettőt jól ismerem. Nagyon szomorú zene, csak apa és anya szeretik, mi nem. Ha valami vígat kezd apa bezzeg, fölugrunk és táncolunk az ágyban. Egyszer leszakítottuk így a rugonyt. De ez nem szombat este történt, mert ha akkor történik, akkor nem lett volna verés. Julcsa azután kiviszi a tálat, feltörüli a padlóról a tócsát, és mi már szundikálni kezdünk. De nem jó elaludni mindjárt. Többször felnyitjuk a szemünket, mert a homok ember még nem jött, és addig úgy se lehet jól aludni. Meg kár is, amikor olyan szép minden. Az ebédlői lámpa csak kicsit világítva a szobába, mert behagyjuk az ajtót, és jól halljuk az zongorát. De nem sokára bejön a nagymama. A pohárszékre leteszi a kulcsokat, és vizet önt a nagy pohárba. Cukros vizet csinál. Hallani, amint kiveszi a cukortartóból a cukrokat. Megolvashatjuk, amint bedobálja a pohárba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ennyit szokott mindig. Vizet önt rá, és elkeveri egy kanállal. Amíg hozza, mindig keveri. És oda viszi mindenikünk ágyához, jól vigyáz, nehogy egyikünk is többet igyék, mint a másik. Most már lehet aludni. Nagymama bemegy a szobájába, és ő is vetkőzni kezd. Künn nyílik a konyha ajtó, bejön Juliska. Egy tálcán hozza a kancsót és a poharakat. Átmegy a szobákon, csilingelnek a poharak, amint egymáshoz ütődnek, és leteszi a tálcát az asztalra. Azután újra kimegy, néhány perc múlva pedig a mécsest is hozza. Ezt is apáék szobájába viszi az asztalra. És e pillanatban már itt a homokember. Apa azt mondta, amikor mutattuk neki, hogy az a kancsó árnyéka. S ha a kancsót elvette, valóban eltűnt a homokember is. De mégse árnyék az, hanem a homokember. Olyan, mint egy bagoly, és éppen, mintha apa ágyának peremén ülne. Borzasztó ránézni, mert hatalmas, félelmes és csúnya ő.
és olyankor a fülünkre húzzuk ám a takaróinkat. Csak néha hajtjuk le a paplan csücskét, és azon át is egy pillanatra még kinézünk. A homokember még mindig ott áll mozdulatlanul. Várja, hogy elaludjunk, s aludni is kell, mert ő akarja. Ha gondolkodik az ember róla, hol van napközben a homokember, ki nem találja. És senki se tudja azt. Azt az egyet azonban bizton lehet mondani, hogy szombat este a homokember is jókedvűbb, mint máskor. Elvégre másnap vasárnap lesz, és ilyenkor rendesen tovább alszunk, és ennek ő örül. Szereti, ha sokat alusznak az emberek. Ha este úgy érezzük, mintha a szemünkben homok volna, és emiatt a pillánk nehezül, ezt a homokember okozza. Valószínűleg az ásításhoz is valami köze van. Apáék a tiszta szobában lassanként készülni kezdenek. Lecsukják a zongorát, elfújják a lámpákat, és lassan, egymást átölelve átjönnek a szobáinkba. Jól hallom, amikor apa később vizet önt magának, visszateszi a kancsót és iszik. Utána a homokember a falon megnyúlik, megnő. Most már mindenkinek aludnia kell. Apa azt mondja, holnap reggel magam veszek a piacon kelvirágot. Anya mond rá valamit, de azt már nem lehet hallani. Azután apa végig megy a gyertyával az összes szobákon. Megpróbálja, be van-e zárva az ajtó, és visszajön. Elfújja a gyertyát aztán, és ő is ágyba fekszik. Most már mindenki lefeküdt. A homokember, az óriás homokember, az ágy peremén a falhoz húzódva, komolyan figyelve gubbaszt.